Nem lesz leépítés a közszférában, legalábbis így tudja a köztisztviselők és közalkalmazottak szakszervezete. A Magyar Nemzet írta meg, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 5 milliárd forint uniós támogatást kapott még karácsony előtt erre a célra. Az Együtt elutasítja a kormány leépítési szándékát, a Jobbik az e-közigazgatás fejlesztését tartaná megalapozottnak. Az NGM közleményben cáfolta a létszám leépítésről szóló híreket. Ennek a politikai ciklusnak a végéig nagyjából 100-150 ezer fővel csökkenhet az állami közigazgatásban dolgozottnak a létszáma. Nem lett kisebb a közszféra, annak ellenére, hogy az utóbbi években többször is nekifutott a kormányzat az állami és közigazgatás karcsúsításának. Nem véletlen, hogy a kormányzat ebben az ügyben olyan nagyot nem tudott lépni. A köztisztviselők és közalkalmazottak szakszervezete nem tud egyeztetett létszámcsökkentési tervről. Boros Péterné szerint a minőségi közszolgáltatás rovására menne, ha alkalmazottakat bocsátanának el. Minőségi közszférát Európa fejlett országaiban is csak ott tudtak előállítani, ahol ennek megvolt a megfelelő létszáma. Pontosan kimérték a feladatokat, és tisztességesen megfizették az embereket. A Nemzetgazdasági Minisztérium még karácsony előtt 5 milliárd forint uniós támogatást nyert létszám leépítésekre. A Fidesz frakció vezetője azt mondja, ezt a pénzt nem csak a közszférában lehet felhasználni. Semmilyen összefüggésben ez az állami alkalmazotti létszámmal, vagy ennek csökkentésével, amire vonatkozó szándék nincsen, nem áll. A Jobbik nem tud arról, hogy a kormány pontosan felmérte volna, milyen közfeladatokat kell ellátni, és ahhoz milyen létszám az optimális. Fontosnak tartjuk azt elmondani, hogy a magyar közszférát racionalizálni, hatékonnyá tenni szükséges, de ez nem létszámleépítéssel megvalósítható, hanem meggyőződésünk az, hogy a feladatok újra gondolásával és a közszféra jelentős átszervezésével. Az Együtt nem létszám felesleget, hanem ellenkezőleg foglalkoztatási hiányt lát a közszférában, különösen az egészségügyben és az oktatásban. Alapvetően ott, ahol Magyarországot működtetni kell, mi inkább betöltetlen álláshelyeket és új foglalkoztatási feladatot látunk, nyilván tisztességes bérért, ezért alapvetően elutasítjuk a kormánynak a leépítési szándékát. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben cáfolta a tömeges leépítés tervét.